vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. A Streamnet a garázs partnere volt Amerikában is. Az amerikai útunk tervezésében partner volt az Eurosolid Kft. Kedves nézők, üdvözöljük Önöket ezen a héten a garázsban továbbra is innen a 83. Genfi autószalonról. Mielőtt megismernék a következő adásunkat és a legújabb újdonságokat, egy érdekes hírrel készültünk. Mégpedig azzal, hogy a hétvégén Budapesten találkozhatnak, hogyha érdekli Önöket, egy nagyon híres amerikai sztárral. Igen, Ken Blockkal, ugye a Gymkhana filmek kitalálójával, aki ugye elvileg Rally VB-n is sztárpilóta, de hát azért nem olyan leggyorsabb, ezt tudjuk, viszont csúszkálásba verhetetlen, ráadásul ugye az ő általa készített videók, egykoron Subaru, most pedig Ford termékekkel, igen, csak látványosak és népszerűek a legnagyobb videó megosztón, meg hát egyébként is azt gondolom, hogy mindenki próbál ilyesmi videókat felvenni, és hát igen, jön Magyarországra, Budapesten fog forgatni ugye egy reklámfilmet. Nagyon várom, kíváncsi leszek, hogy mekkora felfordulás lesz körülött, és arra is kíváncsi leszek, hogy milyen jó fej, hiszen reményeink szerint azért találkozni is fogunk vele. Akit egyébként ez a téma kicsit jobban érdekel, az mindenféleképpen böngész a www.garázs.tv oldalunkat, hiszen a legfrissebb infókat, hogy hol lehet Kennel találkozni, ott meg fogjuk osztani. Most pedig vágjunk bele és folytassuk a Genfi Autószalon megismerését. Aki nézi a garázs adásait, az elmúlt nagyon-nagyon-nagyon sok szalonon már megismerhette Varga Zsombort, aki a Ford Magyarország, Ford Közép-Kelet-Európai Autóértékesítő Kft. Kommunikációs és PR igazgatója. Zsombor, te nem kevés emberek között vagy, akinél többet nem lehet tudni a Fordokról. Itt vagyunk a Genfi Autószalonon, és itt is nagyon sok újdonsággal készültetek, többek között a mögöttünk forgó EcoSportról. Kérlek, hogy mutasd be az újdonságokat itt Genfben. Így van, mögöttünk látható a Ford EcoSport. Ugye Európában a Ford szabadidő modelleit eddig a Kuga képviselte, ami annyira népszerű volt, 2008-ban mutattuk be, hogy néhány év alatt 350 ezer darab talált belőle a gazdára, ezért idén érkezett az új Kuga, viszont a Ford úgy döntött, hogy miután Dél-Amerikában ennek az EcoSportnak az elődje, amit 2003-ban mutattak be, néhány év alatt több mint 800 ezer darabban talált gazdára, talán méltó lehet arra, hogy a Ford első B padlólemezre épült globális szabadidőautója legyen, így Európa, Észak-Amerika és a világ többi része is megkapja majd. Az idei év második felében érkezik majd, de érdemben a volumen az valószínűleg már jövő év elején érkezik a hazai kereskedésekbe is belőle. Nagyon nagy sikerekre számítunk a modell kapcsán. Ugye ugyanarra a padlólemezre épül, mint a B-Max vagy a Fiesta. A különlegessége az, hogy ez egy valódi szabadidőautó. Megkapta az év motorja díjas 1 literes EcoBoost motort, természetesen a Sync rendszer is a sajátja lesz, és ő lesz az első európai Ford modell, amelyben az AppLink funkció is a Sync rendszeren belül üzembe helyezésre kerül, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag hangvezérléssel a telefonunknak, okostelefonjainknak az applikációit is tudjuk már irányítani majd. Azt gondolom, hogy méltán övezi nagy várakozás a modellt. Ennek kapcsán, ugye a szabadidőautók kapcsán a Ford egyébként elég ambiciózus terveket tűzött ki maga elé. Néhány éven belül több mint 1 millió darabot szeretnénk Európában értékesíteni ezekből a modellekből. Épp ezért az Amerikában nagyon népszerű Ford Edge is érkezik Európába, hogy ez egy elég nagy méret, a Kugánál jóval nagyobb szabadidőautó. Amerikában elképesztően sikeresek az értékesítései, olyannyira, hogy egyébként a prémium versenytársakkal is sikeresen veszi fel a versenyt. Bízunk benne, hogy Európában is hasonló pozitív lesz a fogadtatása. Ha már az Edge-et szóba hoztad, az Edge Amerikában nagyon sikeres benzinmotorral. Várhatunk belőle dízel európai változatot? Azt gondolom, hogy dízel európai változat is lesz, illetve ő is megkapja majd az EcoBoost motorainkat. Ugye érdemes az EcoBoost motorokról tudni, hogyha majd körbenéz valakit a standon, vagy óhatatlanul föltűnik egyébként a Ford standon, hogy rengeteg kék Ford szerepel itt, Powered by EcoBoost és Connected by Sync feliratta. Ugye ez arra utal, hogy a legtöbb autónkhoz most már elérhető EcoBoost motor, ugye az említett 1 literes évmotorja díjas EcoBoost motor, mert van most Európában egy 1.6-os EcoBoost motorunk, ami talán a Focusból is ismert lehet 150, illetve 180 lóerővel, vagy a 2 literes EcoBoost motor, ami akár a Mondeóból, akár a Focus ST-ből visszaköszönhet. Emellett várhatóan érkezik majd egy nagyobb EcoBoost motor is, ami ugye már beharangoztuk, hogy várhatóan 2015-ben érkezik majd a Mustang,
abban már biztos megtalálható lesz ez is. Az, ha minden igaz, akkor 2,3 literes EcoBus motor lesz. A motorok mellett és ugye a szinkrendszer mellett nagyon fontos szót ejteni a stand további nagy meglepetéséről. Ez pedig az, hogy egész családot képeztünk a Tourneo családnak. Korábban ugye csak a Tourneo Connect, illetve a Tourneo Custom modelljeink volt ismertek. Ugye a Tourneo Custom az a Transit Custom év haszongépjárművedíjas modellünknek a személyszállító verziója. 8 vagy 9 személyes verzióban érhető el. Fontos, hogy az ülései úgy variálhatók, hogy a hátsó sorokat akár egyenként, akár egész éven ki tudjuk venni, tehát ha akarjuk, akkor haszongépjárművet kapunk belőle. Emellett megérkezik ugye a régvárt Tourneo Connect, ami egyrészt elérhető 5 üléses verzióban, és nagy újdonság, hogy Grand Tourneo Connect néven 7 üléses verzió is elérhető lesz belőle, ez kb. 40 cm hosszabb, ő is megkapja egyébként az 1 literes EcoBoost motort, és természetesen a szinkrendszert, illetve számos ugye vezetésbiztonsági rendszer, sávtartó, automatikát, stb., amik ugye már ismertek a Fordban, és amelyeket a Ford mutatott be elsőként a középkategóriás modellek között. Emellett a Tourneo családnak talán a legnagyobb meglepetése a Ford Tourneo Courier. Annak idején volt egy ilyen Go Further eseményünk Amsterdamban, amikor egész Európát egyszerre tájékoztattuk arról, hogy teljes mértékben megújul a Ford modell portfóliója, hogy 2015-ig 15 új modellünk érkezik. Csak idén egyébként a modelljénk 40%-a újul meg. A Ford rendelkezik a legfrissebb modell portfólióval egész Európában, illetve világszinten is. No és ott már bejelentettük, hogy lesz majd Transit Courier, ugye, ami egy kis áruszállító. Na most ennek szintén itt látható a standon a személyszállító verziója. Ez szintén B padlólemezre épült, tehát nevezhetjük valamilyen szinten a Fiesta-nak vagy a B-Max-nak a testvérmodelljének, tolóajtókkal rendelkezik, viszont ugye pont a haszongépjármű alapoknak köszönhetően szinte elképesztően praktikusan variálható, pakolható, és azt gondolom, hogy nagy sikerre számíthat majd a vásárlók körében. A Ford Genfet választotta ki arra, hogy elindítsa tulajdonképpen ezt a Tourneo családot, aminek a keretében ugye nem személyautóknak hívjuk ezeket, hanem személyszállítóknak, és gyakorlatilag az 5 ülésestől, 5 személyestől a 7 személyesen át a 9 személyesig gyakorlatilag minden igénynek megfelelő autót tudunk majd kínálni. Mellettem Nagy Norbert, a Kia Motors Magyarország országigazgatója, aki minden kiák tudora. Akitől első kérdésben azt fogom kérdezni, hogy áll mögötted egy csodaszép sportos autó, ez a Proceednek egy GT változata. Tudom, hogy még csak koncepció, de legalább erről kérlek, mesélj valamit, mert én ezt már nagyon várom. Nem, rosszul tudod, ez nem koncepcióautó, ez már sorozatgyártású autó. Márciusi gyártástól indul el az új karosszéria gyártású, ez a háromajtós karosszériával a Proceed nevezető autó, és a GT ennek egy erősebb változata. Májusi gyártástól már gyártják. Akkor mondd el ennek a technikai paramétereit, hogy mielőtt beruhanok az első Kia kereskedésbe, legalább tudjam, mit fogok venni. Technikailag ez egy 1.6-os turbófeltöltős benzinmotorral szerelt autó, aminek 204 lóerő a maximális teljesítménye, és igazából ez ilyen 7-7,5 másodperc alatt van fönn 0-ról 100 km/órás sebességen, és 230 km/órát tudhat egyszer valamikor Németországban az autópályán, ugye ezt otthon nem nagyon lehet kipróbálni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon réteg modell, bár vannak olyan állatok, mint én, akik ezt imádni fogják. Természetesen van a Kiának itt is, és a normál életben is olyan modellje, amit sokkal többen vásárolnak. Mik azok most itt a kiállításon, és mik azok az otthoni életetekben, amely fontos modellek a Kia számára? Igen, tehát egy réteg modell, egy image autóról beszélünk, ami majd a hírnevünknek remélhetően jót fog tenni. De hát ugye van ennek 5 ajtós változata is, illetve hát a széria változatok közül 5 ajtós és kombi az a két karosszéria változat, 1.4-es benzines, 1.6-os benzines és dízel párjaik motorválasztékával, ami a hazai vásárlóközönségnek az igényeit lefedi. Sokáig úgy volt, hogy a másik állatotok gyártott a nagyon nagy kedvencemet, az Optimát nem hozzátok Magyarországra, majd ez mégiscsak elérkezett és már van. Mesélj arról, hogy egy kicsit milyenek az otthoni viszonyaink, hogy megy mondjuk egy Optima eladás, vagy még mindig szídből élünk otthon? Nem csak szídből élünk most már otthon, az Optima egy viszonylag kis darabszámban érkező, Európába érkező modell, és ugye nagyobb szegmensbe, a D-szegmensbe érkezik. Vannak eladásaink belőle igazából, sőt céges eladásaink is vannak, azért ennek a szegmensnek a 82-83% az vállalati értékesítés, ahol nem egyszerű a versenyhelyzet, de megpróbálunk a felszínen maradni.
van egy olyan rész a Kia életében, amellyel teljesen egyedülálló, ez a 7 éves garancia, amihez most még egy kicsit hozzátettetek, mesélj erről egy pár szót kérlek. Igen, annak idején, amikor ugye a Kia a Seed modellt bevezette Európában, akkor a 7 év garanciát gyakorlatilag csak ehhez a modellhez biztosítottuk, aztán 2010-től minden autóra, minden modellünkre kiterjesztettük, ugye ez a jó minőséget és megbízhatóságot jelenti a vásárlók számára, és mi úgy gondoltuk, hogy ezen a vonalon tovább megyünk, és szeretnénk, hogy a vásárlóink elégedettség az tovább nőjön, és a 7 év garancia mellé 7 év ingyenes karbantartást, 7 év ingyen szervizként hirdetett 7 év ingyenes karbantartást is ajánlunk. Azt gondolom, hogy ez majd teljesen egyedülálló és nagyon jó ajánlat a piacon. Ebből is látszik, hogy mennyire bíztok a termék megbízhatóságában és mennyire jó a termék. Van a standon azonban egy olyan kis újdonság középen, ami nagyon csinos, egyáltalán nem tudom, hogy miről szól. Kérlek, mutass be az új koncepcióautót. Igen, ez egy koncepcióautónk, a Kia Provo, egy a Seednél egy kisebb, ám de sportosságát tekintve talán még sportosabb autó, amit gyakorlatilag ugyanaz egy 1.6-os turbófeltöltős benzinmotor hajt. Annyival kiegészítve, hogy van benne két darab villanymotor is, ami a hátsó kerekek meghajtásáért felelős, és gyakorlatilag így növeli az autónak a teljesítményét is, és négy kerékhajtásos verzióban is tud működni. Tudom, hogy te vagy a magyar autóiparág vezetői között az egyetlen, aki nem szeret a rossz helyzetről beszélni Magyarországon, te mindig pozitívan nézel a jövőben. Mit vársz az idei évtől, akár Kia szinten, akár a magyar autópiac szintjén? A Kia a tavalyi évben nagyon sokat fejlődött a magyar piacon, mind a magánvásárlók részére történő értékesítésen, mind pedig a céges vásárlók részére történő értékesítésben. Én azt várom, hogy a piac az nem fog csökkenni, a piacnak növekednie kell, tehát újabb és újabb autóbeszerzések lesznek, illetve az embereknél és a magánvásároknál is tavaly megindult egy növekvő vásárlókedv. Ez a tendencia kell, hogy folytatódjon, mert a magyar autópiac újraéledése majd akkor lesz igazi, hogyha a magánvásárlók is nagyobb számban fognak érkezni a szalonokba autót vásárolni. Van még egy olyan autó a most bemutatandó újdonságok között, amit nem sokára hoztok a magyar piacra is, ami inkább a családokat célozza. Igen, a tavalyi évben debütált a párizsi autószalon, és most már megérkezik a magyar piacra is a Kia Carens. Talán 2 éve már nincsen a piacon, viszont egy nagyon fontos autóról van szó. Ez a közepes, egyterű személygépjármű, ami a családokat célozza, így van. Tehát akinek a kombi egy picit kicsi, 2 gyereke van és szeretne nagyobb autót, azoknak egy nagyon praktikus és nagyon jó kezelhető autó lesz. Ettől az autótól mit vársz, hiszen bármennyire is ez egy szeretett kategória mind Magyarországon, mind Európában, ez már nem egy olcsó kategória. Ez nem egy olcsó kategória, viszont nem is olyan vészesen drága. Én azt gondolom, hogy azokat a vásárlókat célozza, akik ugye a 7 év garanciával minőséget fognak kapni, mert erre az autóra is vonatkozik a 7 év garancia. Én azt várom, hogy egy olyan 150 darab gépkocsi értékesítésre fog kerülni majd ebben az évben, de ugye májustól fogjuk elkezdeni, tehát gyakorlatilag egy fél éves időtartamnak a darabszáma lesz ez. Az elmúlt hetekben Pásztor Tomi barátommal a szakszervizekről, az autókról, az olajakról, nagyon sok mindenről beszélgettünk már. Egy apró problémával még az autózással kapcsolatban, illetve még sokról nem, de egy nagyon kellemetlenről nem beszéltünk. Mi van akkor, amikor az ember összetöri az autóját, összetör egy új Citroen, Peugeot vagy Renault? Van-e erre valami megoldás, azon kívül, hogy behozza hozzátok a kereskedésbe, és megpróbáljátok újját teremteni neki? Hát igen, tehát most sérül az autó, akkor baj van. Ugye a legnagyobb baj, probléma az akkor van, ugye, hogy az autó nincs mondjuk kaszkó és önhívás. Hát akkor sajnos próbálunk segíteni az ügyfeleknek, tehát különböző utángyártott és esetleg bontott alkatrészek próbáljuk ugye megmenteni az autót. A legnagyobb probléma ilyenkor ugye, hogyha még hitel van az autón, és egyszerűen akkor nincs más, hogy az autót azt lábra kell tenni, újra járóképességre kell alakítani. Amire oda kell figyelnünk ezek után, hogy érdemes akkor egy kaszkot kötni. Különböző kaszkok léteznek, hála Istennek a mind a három francia márka létrehozta saját maga márka kaszkóját, ami egy elég speciális, nagyon jó árakon, nagyon jó díjakon segít az ügyfeleknek, és nagyon sok szolgáltatást, ingyenes szállítást 300.000 forintig első évben az üvegkároknak a részét, tehát egy szélvédő cserére nem kell önrészt fizetni, akkor ha sérült az autó, 4-5 év, 6 éves autónál természetesen van egy totálkár határ, 100%-ig próbáljuk megjavítani az autót, tehát nem megy el totálkárba az autó, az önrészek is felezésre tudnak kerülni. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami amellett egy nagyon jó díszabású kaszkó, amiért érdemes ezt megkötni.
megint oda lyukadok ki, hogy mi van akkor, ha ezt nem kötöttem meg, amikor megvettem 0 évesen az autót, mondjuk nálad, de 3 éves korában úgy döntöttem, hogy szeretnék ilyen kaszkot kötni. Hát semmi probléma, tehát meg lehet kötni újra az autóra ezt a márka kaszkot, és ezeket a plusz szolgáltatásokat innentől fogva már tudja élvezni az kedves ügyfél. Láttok-e arra számokat, hogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy nem cseréljük magyar autópiacon most már 3-4 évente a kocsikat, hanem ugye ezt a 6-8 évet határoztad meg. Láttok-e arra számokat, hogy mennyien döntenek úgy a te ajánlásod, vagy a ti ajánlásatok alapján, hogy ezeket a márkakaszkokat megkötik? Esetleg később? Később, természetesen itt hála Istennek, ahogy szervezőbe térnek ezt a kollégáink is elmondják nekik, tehát a munkafelvevők is elmondják nekik, és ez így hála Istennek nagyon sokan kötöttek így márkakaszkot, és az értékesítő kollégák meg természetesen az új autókhoz szinte 95%-ban ezeket a márkakaszkokat sikerül értékesíteni. És akkor záró kérdésként, amikor megtörtént a baj, és behozták hozzátok, mennyin van esetleg már márkakaszkó? Tehát milyen arányban látod azt, hogy az emberek korábban már tudtak jól dönteni még a baj előtt? Igazság szerint ez egy új program, tehát ez egy két éve működik ez a program. Már volt márkakaszkós javításunk, és hála Istennek tényleg minden nagyon flottan, nagyon jól működött, és mosolygott mindenki. A Nissan Resonance tanulmányautó áll, ami a jövő crossover formatervét hivatott megmutatni. Ugye a Qashqai-jal a Nissan hívta életre ezt a kategóriát 2007-ben, és nem várt sikereket aratott, amivel meglepte az autós világot. Azóta egyre több crossover modell jelent meg a piacon, ideje hát, hogy a Nissan újra mutasson egy irányt, és megmondja, vagy megmutassa, hogy milyen formában képzeli el a jövő Qashqai-ját, akár vagy egy nagyméretű crossover-t, mert valójában azért ez az autó ez egy egymérettel nagyobb, de mégis a formája valószínűleg a jövőben több modellen is visszaköszön. Nagyon büszkék vagyunk a Leaf-re. Szintén egy olyan dolog, amiben úttörő a Nissan. Mindenki furcsán nézett ránk, amikor azt mondtuk, hogy egy tömeggyártású elektromos, tisztán elektromos autóval, egy C-méretű, tehát egy alsó-középkategóriás, 5 embernek kényelmes elektromos autóval megérkezünk a piacra. Mindenki kételkedett. 50 ezer autót eladtunk már ebből a Leaf-ből, és ennek az 50 ezer felhasználónak a tapasztalatai, a visszajelzései alapján egy új verziót, egy második Leaf-et, most már egy új generációs Leaf-et mutatunk be. Mi nálunk Magyarországon már ez a második generációs új Leaf lesz kapható, közel 100 újdonság van az autón, kisebb-nagyobb változtatások. Ezekből a legfontosabb a hatótáv növekedés, ugye minden elektromos autó kulcskérdése. A 175 km most már 199 km lesz, emellett a térkínálata az autónak még jelentősen nőtt. A csomagtér korában egy műanyag alagúttal meg volt kurtítva, kisebb volt, mint amennyi valójában kihozható belőle. Ez sikerült, ez egy töltve elektronika volt, és sikerült átrakni a motortérbe. Így nyertünk 40 liter kapacitást, úgyhogy nyilváron 370 literes jó használható csomagtartója van a Nissan Leaf-nek. Valamint a hátulülők kényelmét az új ülésformázással, illetve azzal a megoldással, hogy az első ülések megemelésével az emberek a lábfejüket be tudják alá tenni, nyertünk helyet, és így már kényelmes felnőtt utasok számára a hátsó ülés. Ezek talán a legfontosabbak, de sok apróság is van, mint egy új navigáció, mint a 360 fokos körparkoló kamera, ami fölülről az egész autó környezetét látja, a új fűtésrendszer, ami kevesebb energiát fogyaszt, számtalan apróság, ami mind a használhatóságát növeli a Leaf-nek. Mögöttünk áll szintén az új Nissan Note. Ez az autó majd ősztől fog megérkezni a magyarországi kereskedésekbe, és egyébként az európai kereskedésekbe. A lényeg az, hogy itt a Nissan egy paradigmaváltást követ el a korábbi egyterű Note koncepcióval, ami egy különc autó volt a maga szegmensében, szakít, és az európai igényekre, ami egy sportos autót, egy sokkal agresszívebb, dinamikusabb autót kíván, válaszolva hozta ezt a formatervet. Már a tavalyi Genfi szalonon megmutattunk egy Invitation nevű tanulmányautót, ami nagyon nagy lelkesedést váltott ki a látogatókból, úgyhogy nagyon közel ahhoz van a végső formaterv is, amit látunk mögöttünk egy bordó autót, ez nem van egy sportcsomag, ennél egy szelidebb formában megvásárolható lesz a spoilerek és a felnik nélkül is az autó, de ezzel a dinamik csomaggal megvásárolva,
nagyon-nagyon sportos kinézetű autót kapunk. A Note-nak egyébként a lényege, hogy valamiben megint különlegesek legyünk, és technológiában, és minden nap használható újdonságot adjunk az embereknek. Ezért egy olyan aktív biztonsági rendszer van, ami luxus prémium modellekkel megszokott, ami mozgótárgy érzékelő, az autó körül mozgó tárgyakat érzékeli, ami sávelhagyási jelzőt tartalmaz, ami holtérfigyelőt tartalmaz, és mindezt, hogy elérhető áron tudjuk adni. Kitaláltunk egy olyan technológiát, hogy a hátsó parkoló kamera szolgáltatja ezt az összes funkciót. Oly módon, hogy egy videó kép felismerő szoftver analizálja azon a kamerán érkező képet, nagyobb mint 180 fok a látószöge, tehát az autónak a teljes hátsó traktusát belátja, és meg tudja állapítani, hogy a sávunkban megyünk-e, vagy elhagytuk azt, hogy éppen milyen autók fognak minket leelőzni, milyen irányba, vagy tolatáskor egy bevásárlóközpont parkolójában valaki be fog-e lépni a lánka, hogy kitolatunk, hogy egy másik autó bejön-e, és ezeket mind jelzi és mondja az autó. Még egyszer hangsúlyozva, egy nagyon elérhető áron, egy versenyképes áron fogunk tudni adni ilyen prémium technológiát az ügyfeleinknek. Bejelentettük ugye a Juke Nismo-t, mint az első Nismo modell, illetve a Nismo-nak a sportmárkaként való behozatalát, mert eddig a motorsportot ismerők és a szimulátorokban otthonosan mozgó emberek ismerték a Nismo-t, de nem sokat mondott az utca emberének. Szeretnénk, ha ez megváltozna, és éveken belül mindenki jól ismerné, hogy az a Nissannak a sportverziója bármilyen modellről is lenne szó. Ez nem mindig motortuningot jelent, vagy nem tisztán motortuningot, mert azt bárki föl tudja húzni a motort, ez nem egy nagy dolog. Egy egész csomag inkább, ami egy futómű hangolás, egy beltér optikai tuning és kényelmi tuning, sportos ülések, alkantara húzatok, olyan anyagok és olyan formák a beltérben, amik a sportosságot egyrészt mutatják, másrészt szolgálják is, tehát tényleg praktikusak. A Juke Nismo most mutatkozik be, már hamarosan elérhető, és a következő pedig a 370Z sportautónknak a Nismo változata lesz. A 370Z ősszel fog megérkezni, és most bejelentettük a napokban, hogy a GTR szupersportkocsink lesz a következő Nismo modell. Ez egyébként már alapból 2,7 másodperc alatt van 100-on, egy elképesztő teljesítmény, főleg az ő árkategóriájában. Egy 550 lóerős autóról beszélünk. A Nismo-ról még nem tudunk elárulni részleteket, hogy a teljesítményben meddig húzzuk, de vannak tartalékok a GTR-ben, ahogy ismerjük az 1000 lóerő nagyságrendben mozgó tuning verziókat, a tartalék van benne, a még agresszívabbá tehető a külcsíny és a beltér is, úgyhogy biztos, hogy ígéretes lesz az a modell, és jönnek majd a továbbiak. Szinte minden, vagy majdnem minden modellünknek szeretnénk Nismo verziót, tehát hosszú lesz a sor, és alig várjuk, hogy bejelenthessük majd a következő autókat. Ennyi volt mára a garázs, nem is maradt most más tisztem, mint elmondjam újra, hogy aki szeretne találkozni Ken Blokkal, vagy szeretné visszanézni régebbi adásainkat, az kattintson a www.garazs.tv oldalunkra, ahol ezeket mind megteheti. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk tartottak, és ne felejtjék, garázs, ahonnan az autózás indul. Csomagolás technikában kizárólagos partnerünk a Napi Lab BT. A garázs támogatója a Gordius Alpha. A garázs támogatója a Fleet Concept Magyarország, a flotta kezelés fogalma. A garázs támogatója a Transfer Pricing Magyarország Kft. A garázs videokonferencia partnere a Streamnet. A garázs támogatója a Lookinsert Kft., akik segítenek csökkenteni IT kiadásait. A garázs támogatója a játéknet.hu Kft. A garázs támogatója a Kamera Kft. A garázs autóinak tisztaságáról az Easyvas gondoskodik. Média támogatónk az AMS magazin. A helyszínt köszönjük a Kakucsringnek. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagy díja Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs számítástechnikai partnere a notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltek Europe Kft. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. A garázs TV stábja kizárólag a Canon termékeit használja.